hívják, mert azt, amit mi magyarra üdvözlégyel fordítunk a Szentírásban, az az eredeti görög szövegben így hangzik, örülj Mária. Örömhír vétel, mert ahol Isten megjelenik, ahol Isten egészen közel lesz az ember életében, ott születik meg az igazi öröm. És Mária méhében Jézus jelenvalóvá lesz, egészen közel kerül az emberhez Máriában, és így Mária az örömöt Krisztus fogadja be, és az angyalnak a hirdetése, az angyalnak az üzenete, amelyen meglátogatta ő, az az első evangéliumnak a fölolvasása útban, az első örömhír hirdetés, hogy Isten egészen közel kerül hozzá. Örömhír vétel. A Teremtés könyvében is megígérte már ezt az Úristen, ezért is öröm az emberiség számára Jézus születése, Jézusnak a fogannása. Hiszen a bűnbeesés után azt mondja az Úristen Ádámnak, hogy ivadékon majd szülni fog, és legyőzi a gonosznak a hatalmát, szétiporja a kígyónak a fejét. Ami a teremtéskor elhangzott, ami a Teremtés könyvében, mint távoli ígéret szerepel, az most Máriában valósággá lesz, Isten beteljesíti ígéretét, mert ahol az ő igéje befogadásra nyert el, ahol ő megjelenik, onnan a gonosz eleje távozik, ott elkezdődik épülni Isten országa. Örömhír vétel, Mária fogadja Jézus, mint az Atya örömét. És a gyermeket váló édesanyák tudhatják jól, hogy hát egy normális lány életében is itt van, hogy készül az életadásra, és amikor a gyermeket hordozza, akkor úgy él, úgy táplálkozik, olyan életformát folytat, ami segíti a benne lévő életnek a kifejlődését, az egészségét. Ez a hasonlat jól megmutatja számunkra, hogy mi a keresztény erkölcs, mi az evangéliumi életmód, hogy az életünket megváltoztatni, megjobbítani, az örömhírnek a gyümölcse. Annak a fölismerése, hogy Krisztus jelen van az életemben, az ő élete a keresztségben megfogant bennem, és én azért, hogy az ő élete kibontakozhasson az életemben, olyan életformát folytatok, ami ezt segíti, táplálja, erősíti. És elutasítom mindazt, ami ezzel ellentétben áll, ami a bennem megfogant isteni életnek az egészséges kifejlődését megakadályozná. Örömhír vétel, a keresztény jóra való törekvés ebből fakad, ebből származik, mert ahogy Szent Ferenc mondja, hogy Szent Ambrus is tanítja ezt, minden ember világra szülheti Krisztus cselekedetei által. Jézusnak a fogadása, Jézusnak a jelenléte közöttünk a történelemben. A kereszténységnek az egyik legnagyobb tanítása és öröme, az egyik legmeghatározóbb pontja. Sokáig nekünk is a teológiát úgy tanították, hogy december 25-én azért ünnepeljük Jézusnak a születésnapját, mert az ókori Rómában ez volt a napistenségnek, a napnak a kultusza, az ünnepe. Hogy a keresztények ezt az ünnepet akarták megkeresztelni, és ezért kezdték el ünnepelni karácsony ünnepét. Napjainkban azonban a történészek már felfedezték azokat a forrásokat, amelyek bebizonyítják, hogy december 25-e előtt, március 25-én Jézus fogadásának, az angyali üdvözletnek az ünnepét a keresztények már előtt ünnepelték. És úgy tartották, hogy, és azért éppen március 25-én ünnepelték, mert a korabeli keleten azt tartották, hogy ez a világ teremtésének a napja, és hogy ez volt az a nap, amely
Krisztus keresztül átszondan el. Világ teremtése, Jézusnak a születése és kereszthalála. Ez a három kapcsolódó, Jézusnak a fogantatása és kereszthalála. Ez a három ünnep kapcsolódott össze ehhez az emlékezethez, az angyali üdvözlethez. Mert ott, ahol Isten igényét olyan személyesen befogadják, mint ahogy Mária befogadta Jézus, annyira egyé válnak az ige életével, hogy elkezdődik Isten uralma. Egy új teremtés, a megváltott lét, az Isten jelenléte a történelemben. Azt hallottuk, az angyal azt mondja Máriának, hogy fiad országának nem lesz vége. Az egyház ezt az angyali üzenetet átvette a hiszetekbe is, és mi is mondjuk vasárnapról vasárnapra, hogy onnan jön el dicsőségben, és országának nem lesz vége. Az ő országa ott kezdődik meg, ott indul el. Isten úgy kezdi el építeni az országát, az uralmát, hogy a szívekben lakást vesz, hogy igéje által közénk költözik, hogy befogadó életekre vár, és amikor ezek az életek, ezek a befogadó életek, ezek elindulnak és egymással közösségre találnak, akkor az emberi történelemben is elkezd kibontakozni személyekben, személy közötti kapcsolatokban is az Isten uralma, az Isten országa. Ennek a képe számunkra Mária. Ennek a jele, hogy a megtérés, az Isten uralmának a kezdet ebben a világban mindig a szív csendjében születik, és a szív csendjének, az Istennel való találkozásnak a továbbadása és a kiterjedése az, amikor jelenvalóvá és nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten uralkodik emberek szívében, Isten uralkodik emberek közösségében, ő az ő uralma érvényre tud jutni az egyházban. Isten jelenléte azonban mindig a szegénységgel jár. Már a figyelmünk a Betlehemi barlangra irányul, arra a szegényes istállóra, amelynek egyetlen gazdagsága van Krisztus. Beszéltem már erről néhány hónappal ezelőtt, de engem mindig, illetve hát nem mindig, már egy jó két éve, egy éve megdöbbent Máriának a szegénysége. Ez a Betlehemi barlang az igazából nagyon szűzött. Gondoljuk csak meg, Mária mennyire kiszolgáltatott. Megjelenik neki az angyal, gyermeket vár, és oda kell állni a József felé. Házasokat, jegességben. Odaáll a feleség, odaáll a megasszony a hüvegén elé a kértől, aki tudja azt, hogy a gyermek nem tőle származik. Nem mondhatja neki azt, hogy drágám, ne ízlődj egy angyaljárt már. Mária sem mondhatta ezt. És ez az egyszerű asszony vállalja. Aztán ott van a keresztény. Íme a te anyád, íme a te fiad. Ez nem csupán két embernek az összekötése, ez az anyai szárnak az elválasztása. Most már neki vagy az anya, nem az anya. Aztán ott vannak a szentmiség, amikor ugyanaz történik, mint az angyali üdvözletkor. Mária azt látja, hogy azok a bűnös apostolok, akik állandóan torzsalkodtak, és még akkor is torzsalkodtak, bűnös után is, akik ott hagyták Jézust, ezek az apostolok állnak az angyal helyére. Ők hirdetik az evangéliumot. Ők hívják le a szent lelket. Ők teszik Mária számára elérhetővé az eukarisztiában, hogy azt a Krisztust vegye magához, akit ő erre a világra szül. A legbelső élményét tapasztalatától fosztja meg őt az Isten. Mária ilyen személy. Mária ennyire egyszerű. Máriának van, látjuk meg, hogy az embernek egyetlen gazdagsága van, ha az Isten gazdagítja. Ha az Isten befogadja. Ha az Isten tudja újból és újból befogadni. Új és új módon, tudja, hogy az Isten fel.
áldozatul számunkra önmagát. Mária képe annak ezen a karácsonyon is, hogy az öröm, az igazi öröm ebben a szegénységben fogad meg. Amikor én magam válok Betlehemi barlangjá, ahol Isten lakást lehet, ahol Isten az életemben körül tudom venni a szeretet cselekedeteivel, és amikor Isten oda tudom ajándékozni, át tudom adni a másik embernek.